Reszúti tövör, és szeretnék nektek bemutatni egy spotolási technikát a Redshire pályára, mégpedig csata ütközetben. Az első, amik ilyenkor tenni szokás, fölmegyünk a dombra. Innen remekül lehet spotolni az ellenséges tankokat, amik mennek az egyes vonalon, illetve mennek a K vonalon. De ezt majd mindjárt látni fogjátok, mert prezentálni fogom nektek. És ott is van a T29-es. Gyönyörű szépen föl lett derítve, és látjátok, fel is villant a kis lámpácska. Kis lámpácska mutatja, hogy te fel vagy spotolva, és a többi ellenséges tankot is felspotoltuk a K-vonalon, ahogy én azt ígértem nektek, F-társak. Még egy kör megyünk, megnézzük a T29-et, és ott egy lővetank is. És ott is a lőve gyönyörű szépen oldalról meg lehet lőni, anélkül, hogy különösebb veszélyt jelentene ránk. Na még egy lövés, és már ki is lőtték, a T29-es is jön. Egy lepattanó, na de majd most még egyszer oldalról, még egy. Jól van. Gyönyörű szépen lehet ilyenkor az oldalról lőni a tankokat, ennek a tanknak az ágyúja lényegében az összes ellenséges tankot át tudja vinni oldalról, illetve hátulról. Nekünk mindig úgy kell helyezkedni, hogy hátulról, illetve oldalról kapjuk el az ellenséges tankokat. Szemből semmiképpen nem próbáljunk velük harcba bocsátkozni, mert rövidebbiket fogjuk húzni. Érkezik egy E25-ös. Őre figyelni kell, ő az a csapattárs, aki jól játszik, és majd deríti a többi ellenséges tankot. Ő fog nekünk segíteni, hogy elinduljunk előre. Spotolni. És egy SU-152-es szemből. Ahogy mondtam, látjátok, nem is tudjuk sebezni, de az ellenséget már ki is lőtték. És rengeteg páncélvadász található ott fent a hegyen. Egy cselekedet mindjárt oldalról meg is lehet lőni. Ezt már nem talált be. Semmi gond, tavarisok. Nézzétek meg. Most úgy döntöttem, hogy elindulok ugye a hegy felé. Ugyanis ha tele vagynak ott páncélvadászokkal, akkor nem biztos, hogy le fognak tudni jönni. És ez az állításom be is igazolódott. Viszont azzal nem számoltam, hogy a völgyben lesz egy Stürer Emil, 7-es szintű páncélvadász, aki annyira elbénázta a dolgot, hogy csak a lánctalpamat tudta lelőni. Gyönyörű szépen lehet így deríteni az ellenséges tankokkal, tökünk ugye nem jönnek le, mert akkor egyből szabad prédát nyújtanának az elftársaknak. És érkezzük egy helyeket is. Egy 6-os szintű amerikai TD, de hál' Istennek előbb ki lett lőve. Ajaj, nagy gondok lesznek, jön egy Jack Panther, és ki tudok pont érni előle. Ja, Istenem, annyira elbénázta a dolgot, hogy ez valami hihetetlen. Bocsrácok, de már nem tudom ezt az orosz akcentust nyomatni, úgyhogy próbálok így.
beszélni. Fönt van egy VK301D, 38 HP-val különösebb gondot nem fog okozni, fölmegyek hátulról. Ez félreérthető volt, szóval, majd látjátok, ezért. Na, igen. Szóval így hátulról kilőttük. AMX-12T, persze, hogy mellé megy, hogy nem menne mellé. Jó, van, így random így ellövöldözgettem 2-3-at hátra, eltalálom. Ugye egy lövés lett volna, úgyhogy ki is tudtam volna lőni, de nem talált be. Na, de majd most már megvárom, hogy rászűküljön. Jó, nem vártam meg. Ennyi volt a szintű német élé, és ennyi is volt a csata. Köszönöm a figyelmet, én a Max voltam. De szvidenia!